Szia! A következő mesét Fazekas Sándor küldi neked, a KNTR Gyógyvarázs Mesetudó programon keresztül. A mese címe az Aranyvarázs. Volt egyszer két testvér, az egyik nagyon gazdag volt, a másik nagyon szegény. A gazdagnak sok földje volt, nagy ménese, gulyája, a szegénynek még csak egy sovány kecskéjese, de gyerek annál több, míg a gazdagnak se fia, se lánya nem volt. Elküldi egyszer a szegény ember az egyik gyereket, hogy kérjen a gazdagtól valami kis lisztet, meg savót, ha tegyenek valamit. De bizony a gazdag testvér nem adott semmit, a szegény ember gyereke sírva jött haza. Bánkodott a szegény ember eleget, hogy a gazdag testvére nem segíti semmivel. Sírtak a gyerekek, hogy éhesek. Hát fölkerekedett a szegény ember, elment a szomszéd faluba dolgozni. Este, mikor hazafelé ment, látta, hogy az erdőben tűz ég. Gondolta, megmelegszik egy kicsit, mert nagyon hideg volt. Mikor közelebb ment a tűzhöz, látta, hogy egy öreg ember ül a tűz mellett. Jó estét, öreg apám! Köszön a szegény ember. Neked is, fiam, hát te merre jársz? A szegény ember elpanaszolta bánatát, aztán elköszönt az öregtől, és hazament. Otthon még jobban sírtak a gyerekek, mert egész nap alig ettek valamicske krumplit, és nagyon fáztak is. A szegény ember azt mondta a feleségének: eredj el a testvéremhez, adjon legalább egy kis parazsat, mert megfagynak a gyerekek. Elment a szegény asszony, de csak hamar sírva jött haza, mert a gazdag testvér még parazsat sem adott. No, majd hozok én, mondta a szegény ember. Csak egy kicsit messze van. Az öreg ember még mindig ott ült a tűz mellett. Attól kér a szegény ember parazsat. Vigyél csak, fiam, egy jó lapátra való parazsat. Ami nem fér be a tűzhelybe, terítsd szét az udvarba. A szegény ember megköszönte és vitte haza a parazsat. Olyan jó meleg lett a szobában, hogy a felét kivitte az udvarba. Másnap reggel, amikor felébredtek, látják ám, hogy a tűzhely tele van aranyjal. De még az udvar is, ahová a fölösleges parazsat szórták, mikor felszedték a sok aranyat, meg akarták mérni. De nem volt a házban véka. Elment a szegény ember a testvéréhez vékáért. Adok, mondta a gazdag, de csak úgy, ha holnap ledolgozod. A szegény ember megígérte. Otthon megmérték a sok aranyat, bizony éppen 7 véka vette le. Mikor az egyik gyerekkel visszaküldték a vékát, a gazda meglátott a véka haján egy csillogó aranyat. A nagy sietségben nem tette észre a szegény ember, hogy még egy arany van a vékában. Nosza, futott is a gazdag a szegényhez, mintha kutya maradta volna, de hát csak elállt a szeme, a szája, a sok arany láttán. Ez meg honnét van? Kérdezte irigyen. A szegény ember elmondta, hogy az öregtől kapott az erdőn parazsat, a fölösleget szétterítette az udvaron, abból lett az arany. Megörült a gazdag ember, mindjárt ment is az erdőbe, de nem egy lapátra valót hozott a parázsból, hanem egy üstel. Vitte haza boldogan, még futott is, olyan jó kedve kerekedett. Bolond az én testvérem, gondolta, igaz, mindig is ilyen volt. Majd megmutatom, hogy több aranyam lesz. Otthon aztán nem csak az udvarban terítette szét a fölösleges parazsat, hanem vitt belőle a csűrbe, meg a padlásra is. Nem is tudta kivárni a reggelt, már hajnalban fölkelt, hogy összeszedje az aranyat. Ez volt a szerencséje, mert ha még tovább is az ágyban marad, ő is bennégett volna a házban, mert bizony az egész ház leégett, a gazdag ember meg koldusbotra jutott. Itt a vége. Mese volt, füle farka, benne volt. Gyógyulj meg minél előbb.